Köszöntöm a nézőket! Június 14 és 16 között rendezték meg a European Dog Show-t Velszben, Ausztriában. Ez a kutyások világában az év egyik legrangosabb eseménye az ő Európa-bajnokságuk. Fehérvári kutyatartók is részt vettek az eseményen, számos sikert aratva első vendégem Grácer István, aki Szöcske nevű angol szetterével vett részt az eseményen, és kategóriájában második helyezést írtak el. István, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és gratulálok. Légy olyan kedves, hogy mesélj a versenyről a te szemszögedből. Ausztriában, Velszben rendezték meg a European Dog Show és az Austrian Wiener küllemkiállítást, ahol 20 ezer nevezett kutya, ebből 13.200 nevezett kutya az European Dog Show-ra, és az összes nevező 20 ezer. Ti milyen kategóriában versenyeztétek, és hogy zajlott a verseny? Mi az FCI 7-es fajta csoportot képviseljük, angol szettel junior osztályban indultunk, második helyezést értünk el, Szöcske nevű kutyámmal, az angol szetterek tenyés csoportjában pedig nyertes címet szereztünk, így kvalifikáltuk magunkat a díszcsarnokba, ahol egy felemelő élmény volt bevezetni ezt a tenyés csoportot. Három szempontot veszek figyelembe a kutyatenyésztésbe, elsősorban a genetikát, a munkát és a küllemet. Hogyha ez a három dolog passzol, akkor nevezek tenyészthetőnek egy kutyát. Szöcske 2018. január 7-én született, számos sikert aratott Magyarországon, ami címet lehetett, begyűjtött, Baby, kölyök és junior champion címmel rendelkezik. Készülünk a vavvizsgára és egy vízimezei munkavizsgára. Külön versenynél nem kell különösebb szűréseket végezni. Nyilván, hogy kozmetikát, tehát kozmetikushoz visszük a kutyáinkat, hogy a legszebb formájukat mutassák a küllemversenyen. Tenyésztési szempontból viszont már nem csak a küllem, hanem a genetikai vizsgálatokra is szükség van. Ezt a fajta klubok határozzák meg. Angol szetter esetében elegendő egy csípőszűrés, de ettől függetlenül én könyök és felszűrést is szoktam csináltatni a kutyákon, illetve DNS profilt, színhordozást és PRA4, ez az öregkori vakságra vonatkozó vizsgálat. Szöcskénél minden rendben van. Milyen kutyáid vannak, és mesélj egy kicsit a keneledről. 7 kutyám van, 3 angol szetter, 2 magyar vizsla, egy bajor vérreb és egy szálkásszerű tacskó. A bajor vérreb és a szálkásszerű tacskó már nyugdíjasok, a szetterek és a vizslák aktíva. Az angol szetter a fő csapásvonal tenyésztési célban, pedig az a célom, hogy az előbb említett 3 tulajdonság megfelelő legyen a küllem, a genetika és a munka. Magyar vizsláim a kötelező szűréseken átestek, ők is tenyészthetők, munkában, genetikában és küllemmel is megfelelőek. Jövőre várható magyar vizsla alom. Hogy zajlik a verseny, mi a feladat és milyen szempontok alapján bírálnak a bírók? A verseny során kijelölik azt, hogy egyes fajták melyik ringben szerepelnek, illetve a ringnél és egy katalógus alapján lehet tudni a sorrendet, a felvezetési sorrendet, és osztályonként kerülnek felvezetésre a kutyák, és az osztály győztesek pedig megmérettetnek a fajta győztes címért. Beállítjuk, a bíró megvizsgálja a szemeket, fogazatot, kutya mellkasát, végtagjait, nézi a szögelését, hátvonalat.
egy keresztbefutás. És akár egy oda-vissza futás. Polgárdiból is érkeztek az Európa-bajnokságra, Szekeres Nikolett kutyájával nagyon szép eredményeket ért el. Üdvözlöm! Az Európa kiállításon fiatal osztály győztes kapa egy Izabella nevű kutyám lett, rövidszörű német vizsla, egy éves, ez egy nagyon nagy siker számunkra a kennelnek, hisz most már dupláztunk. Tavaly évben ugyanígy egy junior Európa győztest hozhattunk haza Varsóból, úgyhogy számomra ez egy nagyon nagy eredmény. Mesélj kérlek kicsit a kenneletekről. 10 éve foglalkozunk rövidszörű német vizsla tenyésztéssel. Nekünk az elsődleges csapás irány az a munka, de ha van szép kutyánk, azt nagyon szeretjük megmutatni, és ugye ne csak szép, hanem jó is legyen egy kutya. Igazából ennyi rövidszörű német vizslákkal foglalkozunk. Édesapámmal kezdtük a tenyésztést. Most neki kevesebb ideje van, így én viszem a tenyészetet. Munka alatt mit értesz? Vadásztok a kutyákkal? Igen, vadászat, munkaversenyek, Németországban speciális rövidszűrű vizsláknak kitalált munkaversenyekre járunk, IKP, Kléman, mindenes ÖTV képességvizsga, tehát egy jó szinten, egy magas szinten űzzük ezt. Mesélj egy kicsit a kutyádról, aki Európa bajnok lett. Hát Izabella az egy éves, saját tenyésztésű kutyus, ő elég kajlamék, tehát most képzés alatt áll, most már a munkára koncentrálunk, és külön nagy öröm, hogy neki már az anyukája is saját tenyésztés, tehát ő is nálunk született. Neki egy osztrák kutyus az apukája, egy nagyon elegáns, világos színű, barna spriccelt kutyus. Igazából egy tünemény, nagyon kajla, de egy tünemény, és úgy néz ki, hogy jó lesz dolgozni is. Mit ajánlasz annak, aki most kap kedvet, akár a kutyatenyésztéshez, akár a versenyzéshez, hogy álljanak hozzá? Hát mindenféleképpen először azt nézzék meg, hogy milyen az ő temperamentumok, ahhoz válasszanak kutyát, meg hogy mire szeretnék használni. Tehát, hogyha vadászni, dolgozni, versenyezni, akkor természetesen ajánlom a német vizslát, elsősorban tenyésztőtől, tehát mert ha nincs törzskönyv a kutyának, akkor kizárta magát az ember ugye mindenből, tehát kiállításból, munkaversenyből, tenyésztésből. Végig kell gondolni, hogy milyen az én stílusom. A német vizsla az bírja ezt a pörgést, a terhelést, a temperamentumosabb embereket, ők egy kicsit konokabb fajta. Én mindenféleképpen ajánlom vadászkutyának és családkutyának is tökéletes. Be tud illeszkedni egy családba. Nagyon jól. De őket le kell fárasztani, tehát ők nincsenek el csak a kertben, mert ha unatkozik, akkor ő kertészkedik, és ennek nem biztos, hogy örülnek. Hogy telik egy kutyatenyésztő napja? Egyáltalán ki tud szabadulni időnként ebből a világból? Hát nem igazán. Tehát itt, ha a kutya, akkor az reggel kelés, engedés, friss víz, etetés, ha vannak kölykök, ugye az egésznapos elfoglaltság, őket nem lehet túl sokáig egyedül hagyni. Nehéz, nem lehet őket itt hagyni, de hál' Istennek édesanyám, hogyha mégis elmennénk egy pár napra, akkor ő rendezi őket, és az baromi nagy segítség számomra. Mi hagy téged, mi motivál? Ez egy szerelem? Nem, ez egy életforma. Ez nem szerelem, ez már az életforma, ez az életünk részévé vált. És tudnám képzelni, hogy reggel nem felkelek, és nem engedem ki a kutyákat, nem megyek oda hozzájuk. Tehát ez egy életforma, ez már nem szerelem. És ez mikor kezdődött nálatok? Hú, hát nekem már a szüleim nagyon régóta foglalkoznak kutyatenyésztéssel. Először kaukázusi juhásszal kezdték, utána Berni Pásztor, ami a mai napig megvan, és édesanyám tenyészti őket. És akkor apa, amikor elkezdett vadászni, akkor vásárolt az első német vizslát, szerintem az már cirka 20 éve volt, és akkor kezdődött ez az egész szerelem a német vizsla iránt. Lesz a következő lépés? Hát IKP-ra készülünk, a tavalyi Európa győztes, fiatal Európa győztes kutyámmal, az egy munkaverseny kint a németeknél, egy tenyészvizsga, és oda készülünk. Nem adjuk fel az Európa győztes címért való harcot, úgyhogy jövőre celjébe részt fogunk venni. Már nem junior osztályban, hanem felnőtt osztályban. Ha minden jól megy, akkor már munkaosztályban. Hosszú távú terv? Hogy egy olyan kennel kialakítása,
ahol genetikailag munkában és különben kiváló kutyákat tudok tenyészteni. Hatalmas sikereket értek el a magyar kutyatenyésztők, magyar tulajdonú kutyák, magyar tenyésztési kutyák. Európa legszebb kutyája egy újfullandi kutya lett, aki magyar tenyésztő, saját tulajdonú kutyája. Mi a hetes fajta csoportot képviseltük, ahol a kontinentális és angol vizslák szerepelnek. Ugye én kontinentális és angol vizslákkal is foglalkozom, de angol vizsla, ezen belül angol szettel kategóriába versenyeztem. Külön kiemelkedő, hogy a hetes fajta csoport győztese a Best in Show-ba egy szintén magyar tulajdonú pointer lett. Székesfehérvár és környékéről tudomásom szerint a kőhegy szépe kennel kaukázusi juhász kutyája Európa győztes lett, saját tenyésztésük és saját tulajdonú kutyájuk, illetve Kapahegyi kennelből Szekeres Nikolett kutyája szintén Európa győztes lett. Junior kategóriába indultunk, az Európa kiállításon második helyezést értünk el, a bírálat mindig szubjektív, nekem a Szöcske a legszebb, bíró szerint aznap nem ő volt a legszebb, következő nap pedig az osztrák győztes címért harcoltunk, ahol szintén második helyezést értünk el, az Európa Dogson pedig az angol szettel tenyés csoportok megmérettetésén első helyezést értünk el, amivel kvalifikáltuk magunkat a díszcsarnokba, felemelő érzés volt a díszcsarnok szőnyegére lépni kutyáinkkal. Gratulálok minden magyar résztvevőnek az elért eredményekhez, a türelmükhöz. Kutyáimat képzem vadászati alkalmassági vizsgára, vízimezei vizsgára és 5 évre. Ezek munkavizsgák, ezen kívül vannak munkaversenyek. A lehető legtöbb versenyen szeretnénk részt venni, és a lehető legtöbb munkavizsgát teljesíteni kutyáimmal. Vadászaton is részt vesznek, hogy képzeljük el ezt? Aktívan vadásznak a kutyáim, ugye az angol vizslák mezei vadászatra tenyésztett kutyák, az angol szettereim mezei munkában kiválóan dolgoznak, de társas vadászatokon is részt vesznek, ez inkább a kontinentális vizslák feladata. A fő feladatuk a kutyáknak a vad felkutatása, megállása, és ha a vad elejtésre kerül, akkor a vad aportírozása. Megállás, aportírozás. Aki nem jártas a szakmában, talán nem is tudja, hogy mik ezek. Légyen kedves, hogy elmeséled. A megállás azt jelenti, hogy ha a kutya vadat érzékel, akkor a tipikus vadászkutya pózban megállja azt a vadat, és nem kelti fel, a vadat minden esetben a vadász kelti. Ha elejtésre kerül a vad, akkor aportírozza a vezetőjének. Előfordulhatnak sebzések, amikor adott esetben egy fácán szárnyon lőnek, vagy egy nyúl olyan sérülés szenved, ami nem okoz azonnali halált. Ez is feladatuk a kutyáknak, hogy a szárnyazott, illetve sebzett vadat felkutassák, megkeressék és aportírozzák a vezetőik számára. Mit ad egy kutya? Rengeteg örömet és szeretetet tud adni egy kutya, egy-egy feladat képzése, akár hónapokba is beletelhet, és amikor ezt a kutya teljesíti, ez egy hatalmas élmény, illetve egy vadászaton, ahol már élesbe szerepel a kutyáink, ott az elismerés, az egy hatalmas boldogságot tud okozni. Összetartanak a megyében a kutyások, barátságot ápolnak, és közös kutyájuk is van. Bíró Tamás és Grácer István közösen neveli Babát. Hogy jött ez az ötlet? Igazából az előző alomból maradt nálam 2 szuka kutya, amiből feltett szándékom volt, hogy egy kutyát kihelyezek egy olyan lelkes
kutyatartóhoz, aki a szükséges, tenyésztéshez szükséges munkavizsgákat, illetve az egyéb tenyésztéshez szükséges feltételeket meg tudja és meg szeretné teremteni ennek a kutyának. Így jött az István, aki elvitte ezt a kutyát, és úgy állapodtunk meg, hogy felkészíti a munkavizsgákra, amiben én nyilván segítséget próbálok neki nyújtani, és közös tulajdonban marad a kutya egymás munkáját segítve. És ez a baba alkalmas arra, hogy genetikailag tökéletes kutyái legyenek, és a jövőben kiskutyák legyenek? Hát a genetikai alkalmasságot azt nyilván folyamatában, hogy a kutya cseperedik, próbáljuk több szempontból vizsgálni. Vannak bizonyos örökletes tulajdonságai a magyar vizslának, amit már egész pici korban, akár 8-10-7-es korban lehet vizsgálni. Ilyenek például a vadmegálló hajlam, az aport hajlam, tehát az elhozási hajlam, amiket majd itt be is fogunk mutatni, egy fiatal kutyával illusztrálva, illetve hát a kor előre haladtával később egy éves korban az egészségügyi szűréseknek van az ideje, ami ugye a tenyésztésbe vételhez szükséges, gondolok itt a csípőszűrésre elsősorban, illetve a szükséges vizsgáknak a teljesítése, ami majd egy kiképzést követően fog megtörténni. De én azt gondolom, hogy alkalmas lesz, igen. Neked hogy telnek a mindennapjaid ennyi kutyával? Hivatásos vadászként dolgozom, nem szeretem ezt a szót, hogy munkaeszköz, inkább kollégáim a kutyák, gyakorlatilag minden nap valami segítséget tudnak nekem nyújtani a mindennapi munkáim során. Az apró vadvadászatokon szinte minden nap velük dolgozom, illetve hát évközben is adódhat olyan vadászati szituáció, akár egy nagy vad rossz lövése, amikor ugye kutyák segítséget kell igénybe venni, és a sebzett nagy vadat segítenek terítékre hozni, ami alapvető vadászetikai szempont, hogy ne hagyjuk szenvedni a sebzett vadat. Egy rossz lövést követően gyakorlatilag akár 1-2 kilométert is elmehet egy rossz lövéssel akár szarvas, akár vaddisznó, és egy jól idomított magyar rizs lesz képes nekünk előszedni, és így meg tudjuk váltani a vadat a szenvedéseitől. Nagyon népszerű a magyar vizsla itthon is. Mit javasolsz azoknak, akik szeretnének egy kis kutyát, és a nulláról kezdik? Magyar vizslát? Igen. Alapvetően mindenkinek azt javasolnám, hogy abban az esetben választanak csak magyar vizslát, hogyha passzol hozzájuk a személyiségükhöz ez a fajta kutya. Egy elég aktív, elég agilis fajta, elég nagy mozgásigényel, és hát azt azért ne feledjük, hogy ez elsősorban vadászkutya. Tehát az utóbbi időben sajnos azt lehet mondani, hogy idézőjelben a divat és a kutyasók világa egy kicsit rossz irányba vitte el a magyar vizsla sorsát. Sajnos kevesebb tenyésztő választ munkaképességek alapján tenyész kutyát, inkább az dominál, hogy egy nagyon élhető, nagyon szeretnivaló, nagyon intelligens kutya, ami gyakorlatilag mindenféle életmódhoz képes alkalmazkodni. Tehát tökéletesen el van panelba is. Lényeg, hogy a gazdival lehessen, ezáltal nagyon sokan szeretik, de én azt gondolom, hogy alapvetően az vegye magyar vizslát, aki képes megadni a kutyának azt a fajta munkát, azt a fajta mozgást, amire neki szüksége van. Neked mikor jött ez a kutyázás, és hogy jellemeznéd ezt a hobbit munkát egyben? Valamikor gyerekkoromhoz köthető, alapvetően én kotorék kutyákkal kezdtem, tehát foxikkal, jakkerierekkel, tacskókkal, és rengeteget vadásztunk, rengeteget jártam vadászatokra, ismerősök, rokonok által, és úgy belém ivódott ez a kutya szerelem. Gyakorlatilag, ahogy a vadászvizsgát letettem, 18 éves koromban, onnantól már volt magyar vizslám. A fajta választás ugye először abból adódott, hogy jobban magyar vizslákat láttam a környezetemben, nagyon szimpatikus volt a kutyának a jelleme, a habitusa, az értelme, a vadászati képességei. És hát egy magyar vizslára esett az első vizsla választás, aztán időközben lett német vizslám is, teljesen más a két fajta. Gyakorlatilag, ahogy, hát amióta én hivatásos vadászként dolgozom, gyakorlatilag az iskolák elvégzése óta, mindig volt vadászkutyám, és azt gondolom mindig is lesz, mert egy hivatásos vadásznak a munkájánál nem lehet nélkülözni őket. Mit fogunk itt most látni, mit mutattok meg nekünk? Nyilván a terület és a terep adta lehetőségekhez képest próbálunk a vizsláknak a vadászati munkájából bemutatni egy-két szeletet. Hoztam egy fiatal 6 hónapos kis növendékkutyát, inkább kölyökkutyát, mert azt szeretném megmutatni ezeket, amit az előbb említettem, örökletes képességeket. Nyilván még idomítottságról itt nem beszélhetünk, tehát a naturális képességeit a kutyának, egy vadmegállást,
illetve egy-két elhozást, illetve hoztam egy magasabb szinten képzett kutyát, ővel most mindenes vizsgára készülünk, vele szeretnék egy vércsapa munkát bemutatni, hát nyilván nem túl vadásziasak a körülmények, de fektettünk egy csapát, körülbelül 5 órás most a nyom, ami azt imitálja, amikor egy vadász vendég rosszul lő meg egy nagyvadat, rossz helyen éri a találat, és az elmegy mondjuk 100 métert, és ott egy sebágyban lefekszik, és a vizsla segítségével ez a nyomon elvezet minket egészen a vadig. Ezt egy ilyen kitömött, kipreparált vadisznó bőrrel fogjuk imitálni a sebzett vadat, és remélhetőleg a kutyánk az majd elvezet hozzá. A vadászkamara elkötelezett abban, hogy a vadászati alkalmassági vizsgákat megrendezze. Ez szükséges jogszabály előírás is ahhoz, hogy egy kutya vadászaton részt vehessen. Ennek megfelelően erre felkészülő tréningeket is tartunk, illetve egyéni képzésre is járnak sokan. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok a tréningeken résztvevő között az úgynevezett ilyen civil kutyás, hobbi kutyás, aki nem feltétlen vadászember, viszont vadászkutyát tart, akár magyar vizslát, akár más vizslafajtát, és szeretnének vele munkaversenyre elmenni, szeretnének vele munkavizsgára járni, részben mert tetszik nekik, hogy a kutyájával dolgoznak, részben mert esetleg a kutya olyan képességeket mutat, ami ezt indokoltá teheti, de több olyan esetről is tudok, ahol egy abszolút nem vadász, kutya tulajdonos elkezdett a kutyával dolgozni, és annyira megtetszett neki ez az egész vadászati légkör, hogy vadászvizsgát tett, és azóta is vadászik a kutyával. Tehát sokféle ember és sokféle kutya jön tréningekre. Egyébként mi a tendencia? Évről évre többen állnak neki kutyázni? Hát én azt gondolom, hogy jelenleg az országban a magyar kutyázás, most vizslázásról beszélek, nemzetközi szinten is előkelő helyen van, én azt gondolom. Tehát a magyar kutyások, magyar vizslások nagyon szép eredményeket érnek el, akár itthoni, akár nemzetközi versenyeken, magyar vizslával is, illetve többi vizslafajtával is. És van egy nagyon széles réteg, akik ezek a hobbi kutyások, illetve vadászok, akik a vizslájukkal dolgoznak, versenyeznek, illetve a fennmaradó rész az a vizslás vadász ember, aki az éves vadászati tevékenysége mellett évközben néha előveszi a kutyát és egy kicsit gyakorol, hiszen elsődlegesen a cél az, hogy jól fegyelmezett, engedelmes vadászkutyákat láthassunk vadászaton, hogy a vadászatot ne zavarja, és a többi vadász szórakozását ne zavarja. Ehhez nyilván évközben azért a kutyával dolgozni kell. Mit üzennél azoknak, akik védik az állatokat? Azért, ha jobban beleássa magát, az ember látja, hogy a tevékenységetek állatbarát. Azt tudom erre mondani, hogy egy jó képzett vizsla az rengeteg vadat vált meg a kínjaitól. Tehát akár apró vadászaton, ha arról beszélünk, hogy egy nagyobb terítéknél, amikor most mindegy, nem akarok számokat mondani, lőnek több száz madarat, és ott van nyilván nagyon sok rossz lövés. Sajnos ez a vadászatnak vele járója. Az a sok sebzett vad, az mind elvesznek kutya nélkül, ami hosszú szenvedések, kínok árán pusztulna el, és ezeket a sebzett vadat, ezt a sok sebzett vadat a kutyák szinte mindet terítékre hozzák. Vagy mondhatnám a nagyvadnál is a vadászkutyáknak a jelentőségét, ahol éves szinten több millió, vagy akár több 10 millió forint anyagi hasznot is hoz ez az utánkeresés. Az az összes vad hús, ami tönkre menne, az gyakorlatilag mind érték, élelmiszer. Másrészt pedig, amit mondtam a vadászetikai oldalról, ez alapvető kötelessége a vadásznak, hogy egy rossz lövés után minél előbb megváltsa a szenvedéstől a sebzett vadat. Rövidszőrű magyar vizsla egy mindenes vadászkutya, 3 fázisú munkát végez, ezt úgy kell elképzelni, hogy dolgozik erdőn, mezőn és vízben. Alapvetően ugye a mezei munka az a 7-es fajta csoportnak, a vizsláknak a specialitása, amikor ezt a vadmegálló mozdulatsort, vadmegálló tevékenységet végzik, ezáltal hozzá segítenek minket a vadászathoz, hiszen nekünk semmi érzékszervünk ahhoz, hogy egy ilyen területen megtaláljuk a lapuló fácánt, és ezt egy ilyen lassuló mozgással, szoborszerű megmerevedéssel jelzi nekünk a vizsla, ezt csak a 7-es fajta csoport kutyái tudják, egy másik sem. Emellett nyilván a vízi munka is nagyon fontos szegmens ennek az egésznek, amikor ugye vízivad vadászaton a vadkacsát, vadlibát, a vízbe esett lőtt vadat nekünk terítékre hozza, kihozza a partról, illetve vagy a partra, illetve megkeresi a nádban a sebzett vadat, vagy a lőtt vadat, amit nekünk megint csak nem tudjuk megoldani kutya nélkül.
Kedves nézőink, remélem, hogy kedvet kaptak a kutyázáshoz. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!